úgyhogy egy kis hörgőtágítóra feltétlenül szükség van. Meg akkor a köptető, a vitaminok, a gyógyták, amiket beszéltünk, azok menjenek tovább, jó? jó, jó, jó. És akkor a jövő héten találkozunk, hogy hogy érzi magát. A kötelező tennivalók a gyógyulás érdekében. Kis Csaba minden nap itt a Kótai házi orvosi rendelőben fogadja a betegeket. Teszi ezt házi orvosként már több mint 12 éve nagy odafigyeléssel és tudattal családtagjai, barátai és ismerőseink kívül minden bizony a pácienseinek is köszönheti azt, hogy a Kelet-Magyarország által meghirdetett év szavazását ezúttal ő nyerte meg. Mint azt 35 perc című műsorunkban elmondta, számára már a jelölés is megtiszteltetés volt. Mikor megtudtam, hogy jelölnek, meg megnéztem a neveket, tehát én, én, én már ott azt mondtam, hogy, hogy már, nem, már, ez, ez nem egy nem hatalmas megtiszteltetés, hogy, hogy, ez már egy hatalmas megtiszteltetés, hogy, hogy egyáltalán a, a, nevem felmerülhetett egy ilyen társaságba, és úgy gondolom, hogy itt már ugye gyakorlatilag az almát a körtével hasonlítjuk össze, tehát objektív szempontok alapján nem lehetne szerintem eldönteni, hogy ki az, aki jobban megérdemli, mert ilyen nincs, hanem, hanem szerintem mind a, mind a tíz ember ö, ugyanúgy ö, megérdemli ezt a díjat. Kis csabát tinédzserként nem is elsősorban az orvoslás, hanem a természetvédelem érdekelte. A kettőt ötvözve azonban önkéntes állatmentőként is tevékenykedik, évente több száz állat életét menti meg, vagy teszi felépülésüket könnyebbé. Emellett természeti katasztrófák helyszínén a bajba jutott emberek is számíthatnak a segítségére. Ez egy, ez egy másik ilyen, úgymond hobbi, vagy hát attól, attól nyilván kicsit, kicsit több is. Sok éven keresztül a Debrecen Egyetem különleges orvosi és mentőcsoportjával végeztünk itthon is karitatív munkákat, meg voltunk külföldi katasztrófa helyzetben menteni. Nepában, Haitin a földrengés után, milyen márban a ciklon után voltunk menteni a csapattal, most pedig a Magyarország huszármentő csapatának az orvosi részében igyekszem a lehető legtöbbet segíteni tavaly októberben Bulgáriában megkaptuk az ENSZ minősítést, úgyhogy most ez a mentőcsapat is nemzetközi szinten bárhol bevethető katasztrófa helyzetben. Ezek mellé sorakozik még fel az extrém sportok iránti szenvedély. Most éppen egy andorrai 55 km hosszúságú akadályfutó versenyre készül. Kis Csaba azt mondja, a biztos családi háttérnek és a testi-lelki egyensúlyának köszönheti fáradhatatlanságát. A jó idő menedzselés az nyilván nagyon-nagyon fontos, meg valamilyen szinten meg kell találni az egyensúlyt. Tehát a szélsőségek, én azt hallom, hogy, hogy sosem, sosem jók, hanem, hanem valahogy mindig egyensúlyra kell törekedni. Tehát, hogy ne csak szellemileg, hanem, fizikailag is terhelje le magát az ember, a, a fizikai állóképesség javításával ugye a szellemi dolgokat is hosszabb távon is sokkal jobban bírja az ember, meg sokkal jobban tudja kezelni a stresszt. Tehát valahogy az egyensúlyra törekedésre kell egyrészt odafigyelni, meg minél jobban kapcsolódni a, a természethez azért mi is amennyire lehet igyekszünk minél több időt a szabadban tölteni. Kis Csabát tízi jelölt közül választották 2023-ban az év emberének.